Központi sporttelep szombat délután. Gyülekezés, készülődés, indulás a mérkőzésre, úgy, mint az elmúlt években már oly sokszor. Készülődés, indulás a bajnoki döntőre, úgy, mint eddig még sohasem. Utcával odébb ugyancsak izgatott, feszült készülődés, buszok sora várja a szurkolókat, hogy indulhasson a csapat után a szurkolótábor is. A cél a Budapest sportcsarnok, de még inkább a bajnoki aranyérem. A vendéglőben sok-sok kővágó, Ladányi és Ancsin várja, hogy tanúja legyen a nagy eseménynek, a Dunafer Ferencváros bajnoki döntőknek. Hál' az Istennek, ebben a klubban azért emellett is vannak gondok, de hát nagyon készülünk rá, meg kell, hogy mondjam. Ugye hát ez a készülődés már csak azért is rettentően fontos, mert hát eddig a bronzérem volt ebbe az Egyesület 45 éves fönnállásába, OB1 vagy MB1-be a legjobb helyezés. Tehát most már azért mindenképpen ezt túlszányoltuk az ezüstet, de hát azért ebből a trófea közül nagyon hiányzik egy magyar első osztályú csapatbajnoki arany. Én remélem, hogy ez hétfő este kipipáljuk. Egy kicsit föl van pörögve a csapat, egyre többet beszélünk a döntőről, és azt hiszem, az egész évi teljesítmény alapján nekünk kell megnyerni a döntőt. Ez általános nézet, vagy ez a te véleményed? Azt hiszem, ez mindenki véleménye. Dunajvárosi maradsz-e, és ebben a döntésedben befolyásolhat-e a bajnoki arany, vagy az ezüst? Természetesen ugye mindenkinek a sportileg, hogyha egy bajnokcsapatban tud lenni, és bajnokcsapat lesz, azt hiszem, hogy több mint valószínű, hogy ott marad. Én nem hiszem, hogy a Ferencváros, vagy bármelyik csapat el tudna innen hozni, mivel ugye itt azért a feltételek megvannak, sőt, ugye itt egy fedett pálya lesz jövőre, és hát az szerintem nagyon nagy élmény egy fedett pályán játszani. Vannak megérzései a mérkőzések előtt? Persze vannak megérzéseim. Minden meccsre úgy megyünk föl, hogy nyerni kell, veretlenül kell nyerni, vagyis megnyerni a bajnokságot, az alapszakaszt. Hát egy kicsi idegesség van szerintem mindenkinél, ez érthető. Mikor szereztél utoljára a bajnoki aranyérmet? Ez nagyon jó kérdés, azt hiszem 86 körül. Szóval majdnem 10 éve, 9-10 éve még az útével tudtam szerezni. Remélem, hogy most megtörik a jég, és még egyszer azért fel tudnék állni a dobogó a legmagasabb fokára. Van egy-két játékos kimondottan, akivel volt egy-két nézeteltérésem, a Salamon és a Gergely, de úgy érzem, ezt a döntőre el kell felejteni. Gondolod, hogy ők is így jönnek majd pályára? Hát az első mérkőzésen mindenféleképpen, és ha mi nyerjük az első mérkőzést a másodikon, hogyha úgy alakul az eredmény, biztos, hogy balra fog fordulni a vége fele a mérkőzés. Az igazság, hogy 4 hétig az ujjam volt eltörve, és utána a csukrom, az csukromból az egyik csontból kitört egy darab. És miután 3 hétig gipszben volt, és játszottam, amikor levették a gipszet, akkor ismét megröntgenezték, és ugyanúgy el van törve, hogy el volt törve.
tehát egy darab ki van törve belőle. És most egy ilyen speciális csuklóvédő, megnevezendő valami van a kezemben, ami edzésen meg meccsen használunk. Így egyáltalán játszhat? Tehát az orvosok megengedik, illetve a bírók megengedik-e? Hát a bírók ezt nem látják, mert a kesztyű van. Az orvos meg nem tud mit mondani. Az én felelősségemre játszom. Nagyon feszült ilyenkor a hangulatom, szóval hogyha kicsit még biztosabb lenne a győzelmünk, akkor is ugyanígy izgulnék. Szóval bennem van egy ilyen egészséges druk minden mérkőzés előtt, amíg el nem dőlt a meccs, addig ez bennem is maradt. A játékosokról mit látsz? Én találkoztam az olyan játékos, akit régebben ismerek, úgy ment el mellettem, mint aki soha nem látott, szóval teljesen magukba vannak fordulva a fiúk, úgy tűnik. Persze, ez ilyen, így kell összpontosítsanak, szóval ilyenkor nem szabad itt röcsélni, meg szabadni szabad, csak jobb, ha összpontosítani kell mindenkinek. Hát ez jó jel is lehet. Jó jel, persze, remélhetőleg jó jel, igen. A hangulatom jó, de majd inkább meccs végén nyilatkozni többet. Azt tudod azért, hogy nagyon sokan ladányi feliratú mezekbe jöttek, és tőled várnak nagyon sokat. Igen, hallottam egy párról, remélem ki fogom őket szolgálni. Én úgy gondolom, hogy amit ténylegesen a szakosztályvezetés megtehetett mind a csapat irányába, mind a szurkolók irányába, azt megtettük. Én úgy gondolom, hogy valóban, ahogy mondtad, a mi időnk lejárt. Most a csapat élszer. Milyen állapotban vannak a fiúk? Izgatott. Várjuk a kezdést. Izgatott, mert várjuk a kezdést. Ez jó valami... Tehát nem egy görcs, hanem egy egészséges várakozás van a fiúkban? Igen. A stressz helyzet most már föloldódik, ahogy a jégre lépünk bemelegítéskor. Vargyas László és Somogyi András éppen a bal csuklót kezelik. Ez egy rendszeres csuklószorítás, vagy valami sérülés van? Rendszeres, tehát el volt törve nekem a kezem, és abból maradtak vissza fájdalmak, ugyanúgy, mint a Csabának. Tehát be kellett vissza meccs előtt. Pláne ilyen meccs előtt. Ez egy teljes értékű játékos vagy? Persze, ez abszolút nem üldik is a játékos. Milyen a hangulatod? Mennyivel vagy feszültebb, mint máskor? Egy picivel csak.
Itt van ismét a Budapest sportcsarnok, kedves nézők. Dunafer FTC Whirlpool Cseplakov góljával 1-0. Megnézzük a gólt még, és utána mehetünk majd tovább. Itt a hátraadott korong, rálövik, Poljákov kiejti, Cseplakov rácsap, és a kapus bizonytalanságáért góllal fizetett a zöld-fehér együttes, hiszen pont a berobbanó, bekorcsolyázó játékos elé ejtette ki. Jégkorongban mindig elmondjuk, nem szerencsés, hogyha a kapus kiejti a korongot. Most is ez történt, hiszen mindig ott lehet valaki, aki oda nyúl, aki oda piszkál, aki oda csap, és ez már gólt jelenthet. A legbiztosabb, ha meg tudják tartani. 3-0 volt az első összecsapás tavaly október 26-án. Ez félbeszakadt ez a mérkőzés, mert a Ferencváros mind a két kapusa megsérült. Később aztán 5-0-val igazolták ezt a találkozót. Gól! Kudzimov! Lehet, hogy most be is indul a gólgyártás. Óriási kapáslövés volt. 3-23 telt el a második harmadból. Hátra kerül, és szinte követhetetlen. Akkora lövés. Óriási gól. Kettő nulla tehát az eredmény. Két idegen légiós, Cseplakov és Kudzimov. Hát azt mondom, hogy küzdeni tudásban mindenki jelesre vizsgázik, hogyha már ilyen sablonokat kell mondani, de az idegen környezet, az ideges hangulat, a közönség, sok minden összetevője van. A játék összességében nem vagyok elégedett, mert nagyon sok hibával játszik a csapat, az eredmény viszont mindennél fontosabb. Lemész az öltözőbe a mérkőzés után, vagy megvárod a második találkozat? Hát most ilyenkor mit kell csinálni? Szerintem le kell menni mindenféleképpen. Szerintem két mérkőzésben meg fogjuk jelni ezt a bajnokságot, amit nagyon várok. Hát a dunajvárosi fiúkkal, meg a dunajvárosi közönséggel is nagyon meg vagyok elégedve, hiszen ez a 2-0, ez önmagáért beszél. Azért az látszik, hogy kicsit visszafogottabbak voltak az elején a jégkorongosaink, de aztán nagyon jól belejöttek, és nagyon remélem, hogy a harmadik harmadban végérvényesen kijön az az előny, ami itt az alap játék során végig tulajdonképpen ugye a veretlenségünket eredményezte. Úgyhogy hajrá, Dunafer! Hát sajnos csak szurkolni tudok, de ezt is megteszem a fiúkért. Egyébként, ha nem látom szépnek a meccset, csak az a lényeg, hogy győzzünk. Hogyan látod a csapatot? Mennyire tudta levetkőzni most már az idegességét két harmad után? Most már biztos, hogy nem fogják hallani a harmad előtt azt, amit mondok, de állítom, hogy még idegesek a fiúk, még a rutinosabbak is. Horváth András, Ladányi szépen teszi maga elé. Nagy szóló, Ladányi! Ó, mekkora gól! 3-0! Ez döntő lehet a mai mérkőzésen most már. Ladányi, aki a legtöbb gólt lőtte a bajnokságban, és a kanadai táblázaton is az élen állt, most ezután a gól után, ez a 25. gólja, abszolút első a góllövő listán. Ez a 25. jubileumi gólja tehát a bajnoki döntőben. Nagyon szép egyéni teljesítmény után, Poljákovot is kicselezve. 3-0 a Dunafernek, és ez most nagyon soknak tűnik már. Borsos. Jönnek tehát az Ancsinék. Borsos lövőcsel, de nem lövi el. Kudzimov érkezik. Ancsin érkezik. Kipattanó korong. Bent tartják Ancsin. Gól! 4-0. Ezzel ez az első találkozó most már eldőlt. Ancsin nagyon-nagyon jól játszott a csapat szempontjából, hasznosan. Most ezt egy góllal is meg tudta tetézni. Egy lövőcsel, és aztán egy finom, a kis korcsolyázó kapus lába között ellőtt korong.
Poljakov lábai között csúszik el a korong. Rosszul zár. Azok után, hogy a csapat téteset most már a kapus sem bírja. Ez mindig így szokott lenni. Hárman is ott vannak. Mihonyik? Nincs gól. Kint volt a korong. De úgy van kint a korong, hogy már túlcsúszik Mihonyik, hogy itt. Nézzük csak azt a néhány centimétert, ami döntő lehet. Igen, bent van. Oreskin a gólszerző, megvan a Ferencvárosi becsületgól. Oreskin a 18. perc elején 4-1. Fugyimov. Farkas most bent van a végére. Megint játékosként kiállítás. Egy alattomos durva szabálytalanság. Aztán Farkas keveredik nézeteltérésbe. Ezért az edzőnek kár volt bejönnie. Méltatlan vég. A Ferencváros nem tudja elviselni a vereséget. Kifejezetten testre mentek a játékosok. Farkas, mint edző, megbukott. Itt bunyózik most a kapu előterében egy másik játékossal. Szekunda Farkas Andrásnak. Ahova megy mindenki üt, itt lehet látni. Érthetetlen. Érthetetlen. Egy edző nem viselkedhet így. Nem vesztheti el a fejét. Amerre megy, mindenkibe beleköt. A Dunajváros jobban teszi, ha lemegy. A Ferencváros elvesztette a fejét. Nem bírta elviselni a vereséget. Súlyosan levizsgáztak sportszerűségből. Farkas különösen. Hogy viselkedett így egy edző? Mit mondhat a játékosainak? Amerre megy, mindenki üt. Ámokfutás. A képek gondolom önmagukért beszéltek. Benne volt a levegőben, ezért mondtam az elején, hogy kérem szépen, az edzők nyilatkozatai fölöslegesen olajat öntöttek a tűzre. Kercsú időt kér, meg akarja nyugtatni a játékosait. Itt Farkas látjuk. A korong érdekelte a legkevésbé. Méltatlan a bajnoki döntőhöz mindez. Ki lehet kapni, de hát nem így. Farkas végleges fegyelmi büntetéssel kiállították. A butas. Még a bírót is elüti Farkas, pedig a bíró a jégkorongban szent, ahhoz nyúlni nem szabad. Kettőben jobban tette volna, akint marad a palánkon kívül. Talán a mérkőzés legszebb pillanata volt a te gólod. Hogy érezted, milyen volt ez a mai találkozó? Örülök neki, hogy sikerült megint. Szerintem elég szép gólt lenni, és jókor is. Elég idegesek lettek a Ferencvárosok, és az történt, ami történt. Most mi történt? Téged miért állítottak ki például? Én tudom, hogy bentse voltam a jégen, én a padról ugattam. Fradistákat 2+2-t kaptam, nem tudom miért. Pihenj jól, köszönjük! Köszönöm.
Milyen volt ez a mai mérkőzés, János? Szerintem úgy, ahogy vártuk, hogy nagyon nehezen fogunk beindulni. A Fradi nagyon, mindent megtett ellenünk. Hát kijött szerintem a két csapat közti különbség. Nagyon sajnálom, hogy ez a végén így történt. Tehát sajnos van odaállt egy-két ember, aki a saját csapattársai is szerintem elítélnek. Számítani kell arra, hogy így folytatódik a második mérkőzés, tehát ilyen ideges hangulatban, ilyen durva stílusban? Tulajdonképpen szerintem az egész meccs nem volt durva. Nem volt ilyen nagy ütés, nem volt ilyen felreütés. Itt a végén elkapadult a pokol, ugye lehet, hogy nem bírták elviselni azt, hogy most megnyertük és eddig ők nyertek. Remélem nem is fog folytatni, bár úgy érzem, hogy a következő meccsen nekik nyerni kell, és nem kiállítatni magukat. Hát ez a farkastalja, ez most bebizonyította országvilág előtt, a magyar televízió előtt, ez egy bunkó, ez nem sportember, ez edzőnek nevezi magát, játékosnak tartja magát, egy röhely, meg ütni se tudna szerencsétlen, és lehetett látni, hogy mit művelt ebből a mérkőzésből. Meg most legalább látta mindenki, hogy az a kegyetlen Dunafer kicsoda, meg mi az a gyönyörű, ilyen játszó, sportszerű Ferencváros. Az mérkőzés előtt többször is hangsúlyoztad a fiúknak, hogy csak sportszerűen nem szabad visszaütni. Azt hiszem azért, ameddig lehetett, a fiúk ezt betartották. Végül is betartották, mert mi nem ütöttünk egyáltalán. A bíró most fölöslegesen állított olyan embereket, akik a padon ültek. A Szélig Ladány nem is abban cserébe voltak, bent sem voltak, és kiállította. Ez a 4-1-es győzelem azt hiszem azért meggyőző kell, hogy legyen. Hát remélem, hogy a Fradi most feladta, aztán nekik egyszerűen nincs esélyük. Már mi nem játszottunk jól, és így is megvertük, ha mi lesz akkor hétfőn ott, remélem, hogy jól is fogunk játszani. Köszönöm szépen, gratulálok! A 4-1-es Dunafer győzelmet hozó első találkozó után rövid szünet, aztán hétfőn este minden folytatódhat tovább. Játékosok, szurkolók, kamerák a helyükön, következhet a második felvonás. A jégkorong bajnoki döntő két győztes mérkőzésig tart. Szép leányok, ne sírjatok! Hullanak már a gyillagok! Égj mégis, itt vagyunk! Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg az új találkozás, és hogy eltérjünk, arra megkérjünk, ne csinálj fel fordulást. Csata, Ugyimov, Ladányi szóló, Ladányi túlpörög gól, Ugyimov a gólszerző. Vezet a Dunafer, megint lecsorog a kapusról, de ezúttal Poljakov nem tehet róla, rossz helyezkedési hiba miatt Ladányi volt helyzetben, és mire a kapus észrevenné, már Ugyimov lecsap a korongra. 1-0 tehát. Ugyimov az első mérkőzésen a második gólt lőtte, itt látjuk pontosan, hogy mi történt. Ma előrébb lépett egyel, és az elsőt. Tehát a kiállítás visszaütött. Horváth Csaba. Ez túlságosan hosszú. Mihonyi. Tehát jobban kezd a Dunafer, ugyanúgy, mint az első mérkőzésem. A Dunafer egyébként nem csak nagy léptekkel halad a bajnoki cím felé, hanem az idei bajnokságban egyelőre még veretlen is. Szép szóló,
Cseplakov. Kandja szabálytalankodott vele szemben. Dragomir már a másik oldalon, Dobos. Gól! Pindák! Egyenlít a Ferencváros. Egy percen belül, azok után, hogy a Dunaújváros megszerezte a vezetést. Pindák László a gólszerző. Az idei bajnokságban ez a 10. gólja. Szemfüles gól, ugyanúgy, mint a másik oldalon. Pindák. Még rálőheti Nagy, aztán letelik a kiállítás. Gól! Nagy! Nagy Zoltán góljával átveszi a vezetést a Ferencváros. Nem véletlenül említettem az idegességet. Egy másodperc volt még csata kiállításával. Még csak 2 perc telt el a második harmadból, és mennyi minden történt. Baulin hosszú ideig sérült volt. Hoffmann, kapás, kipattan, gól! 3-1 a Ferencvárosnak, Oreskin. Hát ez nagy fordulat. Remek a támadás előkészítés, Hoffmannról kijön a korong, szinte ugyanúgy, mint a Dunafer gólnál, és Oreskin nyúl oda. 3-1. Innen minden esetre nehéz lesz talprálni a Dunafernek, ha ez sikerül. Az, hogy a Ferencváros megszerezte a vezetést, szemmel láthatóan sokkolta őket. Simon. Átengednék Ancsinnak, csak nem jut el hozzá, legalábbis egyből nem a korong. Borsos. Letelik a másik kiállítás is. Nem tudott 2-es ember előnyben gólt lőni a Dunafer. Tokai. Kővágó. Horváth Csaba mellett próbálkozik. Gól! Borsos! 3-2. Talán tudat alatt kiengedett a Ferencváros, hogy túl van a nehezén. Kihúzta a 2-es ember hátrány. Amikor jön befelé a korong, Borsos egészen közelről fölemeli a hosszú felsőbe. 3-2. Nagyon jó mérkőzés. Szép gólokkal, jó jégkoronggal. Egy gólra följön a Dunafer. Vargyas zár, Kugyimov. 3-2 ellen. Kugyimov lopja el, a cselbe belenyúlnak, de marad nála. Vargyas, gól! 3-3. Föltámadt a Dunafer. Vargyas lő egy óriási nagy gólt. Ez az 5. gólja az idei bajnokságban. Ez az érdekes kameraállás, mert Poljakov azért tehetetlen, mert beleír egy ferencvárosi. Na nézzük csak, igen, és az ütőn irányt változtat pont annyira, hogy kiszolgáltatottá teszi a kapust. Itt lehet látni még egyszer, tessék figyelni, ott az ütő tollán, ott változtat irányt. 3-3. Dobos 89 perc büntetésnél tart. Elég forró fejű ember tehát. Ezzel a legtöbbet büntetett játékosok között van. Ladányi lőgól! 13 másodperc telt el.
és a bajnokság gólkirálya újabb gólt szerez. Ez a 26. gólja már a bajnokságban. Dobos kiállításáért gyanítom nagy árat fizetett a Ferencváros. 1 perc 50 másodperc telt el az utolsó harmadból. Második emberelőnyös helyzetét használja ki a Dunafer, Poljakov dühöng, egyszer amikor Findák volt kiállítva, most amikor Dobos, és a harmadik kihasznált emberelőny a mérkőzésen, mert csata kiállításánál nagy lőtt gólt. Ugyimov. Jól adja ki, Vargyas megy közelebb, gól! Azt hiszem ezzel eldőlt, Vargyas! 5-3. Dobos kiállításánál Ladányi lőtt gólt, Hoffman kiállításánál Vargyas lő gólt már a második a tajmai meccsen. A kiállítások megpecsételték a Ferencváros sorsát. 11 perc, 11 másodperc, 4 darab egyes, és ez akár jelkép is lehetne a táblán. Érik a Dunaújváros első helye, bajnoki címe. De középre, kipattan, elütik, üres a kapu, gól! Vargyas! Levitték a ferencvárosiak a kapus, a Fradi mezőnyjátékos küldött be, és a megszerzett korong itt kerül ki. Ancsin a saját bedobó pontjáról üti a Dunafer csapatkapitánya az újabb gólt. Szinte hihetetlen. Megy a korong, megy a korong, és most már Kencsó Árpád megnyugodhat. Hat-három. Ancsi mutatta be ezt a bravúrt. 5 éves sorozat után a Ferencváros nem tudja megvédeni a bajnoki címét. Még egy korongot kiütnek, és aztán kezdődik az ünneplés. Valamennyi Dunafer játékos bent a jégem, 6-3 arányban nyert a Dunafer azok után, hogy 4-1-re megnyerte az első mérkőzést, engem azzal fenyegetnek, hogy lekevernek. Hát kérem szépen, én azt mondom, 1 percet még várjunk, ennyit megérdemel a csapat, és olyan ritkán vagyunk ünneplés tanúi, hogy jó lenne ezt végignézni, egyben elismerve azt, hogy a Dunafer óriási tettet hajtott végre azzal, hogy veretlenül meg tudta nyerni a magyar bajnoki címet. Nézi Jenő minden agitálása hiába valónak bizonyult, a televízió illetékesei tulajdonképpen a mérkőzés lefújásával egy időben a közvetítés is lefújták, következhetett az oly fontos reklám. A városi televízió kamerája jóvoltából azonban most önök is tanúi lehetnek a mérkőzés utáni hatalmas ünneplésnek a Budapest sportcsarnokban és idehaza Dunaújvárosban a Bartók Béla téren.
Szorítsd magad az árpi, és mesélj egy picit, milyen érzés? Várja, ezt is kitesszük, hadd lássák. Hát óriási érzés, mert egy nagyon jó mérkőzésen, nagyon izgalmas mérkőzésen, egy jó Fradit vertünk meg, és egy másfél harmadnyi nagyon jó játékkal. Az első mérkőzésen 4-0-nál is úgy üvöltöttél ezekkel a fiúkkal, hogy még. Most, amikor 3-1 volt, akkor odamentél, és szinte súgtad a fülükbe, hogy mit kellene csinálni. Hogy történt? Hogy volt lelki erőd nem üvölteni? Ez természetes. Amikor jól megy, akkor azt akarom, még jobban menjen. Amikor nem megy, akkor lelket kell belőjük önteni, és akkor másképp kell beszélni. Mióta álmodtál erről a pillanatról? 11 éve. Komolyan hitted akkor, hogy egyszer ide eléred? Mert te mindig elmondtad, csak mindenki azt mondta, hogy persze a Kercsó mondja a magáét. Hittem, természetesen. Én tudtam, hát a nemzetközi eredményeink valahol már előre jegyezték ezt az eredményt, de természetesen el is veszhettük volna, de hát éppenséggel azért nem. Na, jobb volt a csapatunk az idén, és az az jó, hogy itt vertük meg Pesten a Fradit, itt nyertük meg a magyar bajnokságot, csak amilyen rájátszás, meg nehéz volt, de ezt az örömet, ami ma ért, az óriási. Hallodott mögötted a kórust? Ha kiintesz egyet, akkor fölharsan a kórus. Próbáljuk meg? Hallottam természetesen. Valahol egy gyerekcsapattal kezdődött, nagyon jó fotó jelent meg a Dunaújvárosi Hírlapba, azokról a kis vékony cingár gyerekekről, akik indultak egy edzőtáborba, és én ma nagyon emelkedett hangulatban vagyok itt a csarnokban, amikor 3000-3500 Dunaújvárosi szurkoló kiabálta és kántálta Dunaújváros nevét, és öröm volt itt lenni, és öröm volt ezekkel a srácokkal együtt örülni. Azt hiszem, hogy a Dunaújváros sporttörténetében, a város sporttörténetében, a városnak a történetében egyáltalán nagyon jelentős napok ezek, és a sport letette azt a névjegyét, amivel tulajdonképpen embereket lehet formálni, városlakókat lehet nevelni, és lokálpatriótákat lehet nevelni. Lehet, hogy ezek nagy szavak most, de ezek úgy kikényszerülnek belőlem. Én megvan őszintén nagyon boldog vagyok, hiszen fönt tényleg azt mondtuk, hogy 2 éve vagyok elnök, és ez alatt tényleg nagy sikerek voltak, de hát azért azt el kell mondjam, hogy ez az elődöknek a munkája. Az, hogy most aratunk, ez jó vetés volt. De hát én szeretek aratni, megmondom őszintén. Na most 1-3-nál is ilyen bizakodóak voltatok? Van egy barátom, aki azt mondta, hogy 5-2-re fogunk nyerni, sajnos nem jött be a jóslata, úgyhogy ez a 6-3 ez elrontotta a tippelésünket, de bíztunk, végig bíztunk benne, hiszen mind a három sorunk egy magyar bajnoki viszonylatban a legjobb sornak számít. Sanyi, 1-3? Én megmondom őszintén, én már megmondtam a sajtótájékoztatón csütörtökön, hogy csak 2 meccset játszunk. Én holnapra programot csináltam, nem tudtam volna följönni. Hát ez egy nagyszerű dolog volt, ez az utánpótlás nevelés, ami ott folyt, az a 20-30 játékos, akit fölnevelt ott Kercsó Árpád, ez a magyar jégkorongnak nagy nyeressége, és egy nagyszerű munka volt. Én személy szerint, és ezt igazán nem azért mondom, mert nem gratulálok ez a nagyszerű győzelemhez, jobban szerettem volna ezt a bajnokságot, az a csapat nyeri meg, amelyet ő fölnevelt. Hát rábiztosított, és mondjuk egy igen jelentős igazolással bebiztosította a bajnokságot. Nekem az a véleményem, hogy a nyáron igazolt 7 játékos nélkül is bajnok lett volna a Dunaújváros ezzel a Diffi csapattal, de hát ezt már sose fogjuk megtudni. Jó estét mindenkinek! Dunaújvárosban a Bartók Béla téren több százan, de lehet, hogy 1000-nél is többen várták a csapatot, hogy együtt idehaza ünnepeljenek, köszöntsék a győzteseket, és örüljenek a bajnoki aranyéremnek. Újra itt van a nagy csapat. Csapja össze a vacsorát. Újra hallom a hangokat. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg az
találkozás, és hogy elkérjük, arra megkérjük, egy idáltal fordulás. Szép leányok, szép leányok, de írjatok, hullanak már, hullanak már, hullanak már a csillagok. Égni mégis, égni mégis, égni mégis, vagyunk. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg az új találkozás, és hogy elférjük, arra megkérjük, ne csinálj fel fordulás. Не, мы в среднем Фроди, давай вольт Кейди Фроди, вон Баратом Фроди, вон Дереги Рос Фроди Баратом, бессильный Чок, Чок Донаварош Кел, Элшо, Байнок Элшо Кел. Ez milyen volt ez a mai este itt a téren? Ma este Донафер Элшо. Donafer bajnokság. Gyepi, milyen hányadika van ma, még most? Hányadika? Tudod magyarul, milyen nap van? Ma ez... A dátumot mondjad? Dátum. Hogy mondják oroszul, hogy születésnap? Gyenrasdjenje. Kinek van ma gyenrasdjenje? Én holnap ez... És kislány. 3 éves. Hogy a kislányodnak is? Holnap és kislány 3 éves lesz. Az édességet szereted-e? Sütemény? Sütemény. Kislány is? Kislány. Akkor fogadj szeretettel ezt a gyönyörű tortát. A szám egy kicsit elmosódott, de látod rajta 95-öst. Fogyasszátok egészséggel te is, meg a kislányod is. Köszönjük a bajnoki címet. Köszönöm szépen. Я очень... Бондарасу, по-русски. Я люблю Донаварош очень. Сердце, скажите, смотрю, что мой тепляков вкусно на тебе, эй, сэр. Кесенник. Én azt hiszem, hogy felemelő érzés volt nézni az imént látott képsorokat. Kercsó Árpádnak és az összes jégkorongozónak tiszta szívből gratulálunk a bajnoki cím elnyeréséhez. Egyébként Cseplakovnak átadott...